Miután győzött Daránál és vereséget szenvedett Kalinikumnál, Belizár visszatért Konstantinápolyba. Justinianus kiegyezett a perzsákkal. De még egy próba hátra volt, egy olyan, amit senki sem sejtett. A város lakossága egyre dühösebb lett, nem volt elég a kétes háború, de még az adók és nemesi önkény is őket sújtja. A haba tortán egy véresre sikerült verekedés, ami után sokan kerültek börtönbe. Ezt az elégedetlenségi hullámot a helyi nemesség meglovagolja, új császárt akartak. Egy fogatverseny után bizony elszabadultak az indulatok. Kitört egy felkelés. A zavargást a császár vérbe folytatja. Ebben segít neki Mundus, Narszesz és Flavius Belisarius. Amikor a felkelést leverték, Justinianus megkönnyebbülhetett. A hatalmára a legnagyobb veszéllyel hárult. Ezért miután a tisztogatások véget értek, törvénykezésbe fogott. Miközben reformálgatta a jogokat, egy levelet kapott a keleti gótok régensétől, Amalasuntától. Védelmet kért, mert reformer intézkedései és fiának klasszikus neveltetése nagyon szúrta a helyi nemesség szemét. Merénylettől tart. Persze Justinianus megígérte a bájos királynőnek a szükséges védelmet a jószomszédság reményében. Közben folytatja a város helyreállítását és a lerombolt templomból épített egy újat, szebbet, nagyobbat. Ez lesz majd a kor egyik legnagyobb temploma és Konstantinápoly égköve. De nem csak ez a levél volt a nagy esemény, ami felbolygatta a konstantinápolyi palota életét, hanem egy érdekes hír is: a vandál királyt megbuktatták és Hilderik ült a helyére. Mivel Justinianus sokak szerint mindig is dédelgette azt az álmot, hogy visszaszerzi a barbárok által elkobozott földeket. Kapóra jött neki ez a hír. Ezért, amikor ezt megtudta, felkérte Belizárt, hogy vezesse a bizánci sereget és szerezze vissza Észak-Afrikát. Justinianus többen figyelmeztetik, hogy a vandálok elég veszedelmes ellenfelek, ravaszak és vadak. A Bonfoknál elszenvedett vereség kellemetlen emlék a bizánciaknak. De a császár tántoríthatatlan. Neki is álltak a felkészíteni sereget. Erre a hadműveletre 600 hajót és közel 16 ezer embert adott Belizárnak, a darai győzőnek. De ameddig a katonák készülődnek, nézzük meg, mi is történt a vandál királyságban Geyserik halála óta. Ha esetleg a vandál népről érdekelne, egy videó ajánlom a csatornámon megtalálható históriát. Aminek Vandálok a címe. Jó szórakozást hozzá! Akkor balkanyar! Visszaérkeztünk Geyserik halálhoz, ami 477. január 26-án volt. Őt legidősebb fia Haneri követte. De a trónra való felülés nem volt zökkenőmentes. Gyorsan beleállt a szomszédban fekvő mór területekbe. De erről nem sok információt találtam, csak annyit, hogy a hadjárata nem sikerült. Ami nem tetszett a politikai riválisainak. Őket kivégeztette. Persze Haneriknek kelet-római felesége volt, a csinos Eudoxia. Róla röviden annyit, hogy Róma kifosztásánál került a vandál udvarba. Geyserik hozzáadta fiához, de ez a házasság nem volt túl boldog. Egy fiút szült a barbárnak, Hilderiket. Persze, mivel ez a Frigy nem volt túl jó. Ezért Eudoxia megszökött, vagy elvált. Amit viszont Haneric sérelmezett. Addig mérgelődött, hogy sikerült összerúgnia a port a kelet-római udvarral. Ami megszülte eredményét, elindult a niceai hívek üldöztetése. Belizár történetírója Prokopios szerint. Senki sem nyomta el olyan kegyetlenül és igazságtalanul a keresztényeket, mint Haneric. A keresztényeket? Érdekes, itt korrigálnék, mert a niceai híveket, akiket szoktak katolikusként is emlegetni. De igen, ekkor is, mint a kereszténység történetében sokszor, vannak, akik azt hiszik, hogy jobban tudják a tutit. Persze ehhez hozzájárul az a dolog is, hogy ők mindenkit pogánynak is néznek. Jelen esetünkben arián híveiről van szó. A keresztény tanok szakadár értelmezői sokszor durván csapnak le a niceai zsinatot követőkre. Volt itt minden, mint mindig. Ellehetetlenítés, vagyonelkobzás és persze mágia halál, templomokat zártak be, és persze pénzbüntetés is akadt szép számmal. Sokakat száműztek Szardínia szigetére. A büntetéseket Haneric az ariánus papokra bízta. Persze a pápa és a bizánci császár hiába tiltakozott. Nem volt haszna. 484. december 13-án meghalt. Őt unokatestvére Guntamund követte a királyi széken. Ő már engedékenyebb volt, mert visszaadta a templomokat a niceaiaknak. Bár a száműzetésből nem engedte vissza a papokat. De viszont már nem égetett meg mindenkit és lazábban kezelte a két keresztény ág viszáját.
De ne legyenek itt illúzióink, már csak azért is engedett, mert más dolgok kötötték le a figyelmét. A szomszédos Mór királyság. A csatározásokról sajnos több infót nem találtam. 496. szeptember 3-án tért meg az istenéhez. Utódja Tarazamund lett. Aki figyeli a videóimat, annak ez a név már ismerős lehet. Nos, ha már a vallás a téma, akkor ő viszont visszaengedte a számüzetésben lévő papokat Szardiniáról. Ruspe püspökével Fulgerciusszal rengeteg vitát folytat a katolicizmusról. Sokan azt remélték, hogy felveszi a katolikus tanokat. Persze ennek oka is volt, ugyanis az arianizmus ebben az időben nagyon elterjedt vallási irányzat volt. De hogy miért is ismerős? Nos, azért, mert elveszi Teodorik nővérét, Amalfridát. Ezzel a Friggyel a vandálok csak nyertek, ugyanis a kezükre került Szicíliának egy jó része, és a hozomány még tartalmazott 1000 jól bevált gót harcost és 5000 szintén gót fegyverforgatót. De ez a sereg bizony nem volt elég a mórok elleni hadakozásban. Azt meg mondanom se kell, hogy a gótok eléggé büszke nép volt. Ezt már tudhatod. Finom leszek akkor, amikor ironikusan azt mondom, hogy tudtak kedvesen és szerényen viselkedni, és volt önuralmuk is. Ő a vandál történelem legelismertebb uralkodója. Persze ehhez hozzájárult az is, hogy felesége Amalfrida művelt nő volt. Az udvar nyit a római művészetek felé. A királyra nagy hatás sógora Teodorik is, aki felvirágoztatja Itáliát. A király fürdőt és iskolákat nyit. Virágzásnak indul a római kultúra, ami az úri körökben nagy sikert arat. A költészet pedig szárnyal. Az utókorra is sok ilyen vers maradt. De a nép inkább marad a régi és bevált dolgoknál. Tarazamund 523. május 6-án távozik az élők sorából. A trónra unokaöccse Hilderik ül. Úgy tartja a legenda, hogy mikor Tarazamund a halálos ágyán volt, megeskedte, hogy tiszteletben tartja a vandál hagyományokat, és hogy kordában tartja a niceai híveket. Ezzel csak egy baj volt, hogy Hilderik Bizáncban nevelkedett. Ami azt is jelenti, hogy ő inkább volt római, mint vandál. Ami persze nagy baj. Mert eléggé gyorsan összekapott a helyi nemességgel. Köztük elődje özvegyével, Amalfridával is. Aki fogta magát és átment a mórókhoz, és a segítségükkel megindult a vandál királyság irányában. A seregében ott voltak a válogatott gót vitézei, és azok a nemesek, akik haragudtak az új királyra. Kapszánál csatát is vívtak, de itt Amalfrida lázadói alul maradtak. A gót különítményt felkoncolták, a felkelő ex-királynőt pedig bebörtönözték, és ott halt meg. Ezzel viszont sikerült eléggé feldühíteni a keleti gót udvart. De nem csak őket, hanem még a helyi udvaroncok is felkapták a vizet, és annyira, hogy fogták és megpucsolták, őt is bebörtönözték. Persze ide még az is tartozik, hogy eléggé kevés és kegyetlen ember volt a mi kis Hilderikünk. Helyére Girimert ültették. Ez viszont nem tetszett a földközi tenger túlpartján fekvő császárnak, Justinianusnak. Aki azt állítja, hogy Hilderik segítséget kért tőle. Jó kis kasszus belli vagy háborúsoké, de szokták ürügynek is mondani, de akkor rossz hiszemű vagyok. Persze, ami még ide tartozik, hogy a vandálok. Szerették a művészeteket, verseket, a táncokat, ez mellett a színházat. De szívesen mentek lóversenyre és pantomim előadásra. Szóval jobb kanyar és vissza Bizáncba, azon belül a konstantinápolyi udvarba. A császár különböző diplomáciai üzentekkel próbálkozik. Először szépen kéri, majd komor üzenet érkezik. A végén már fenyegetőzik. De Gelimer nem tágít. A császár elszánja magát. De ez még semmi, ugyanis Justinianus úgy gondolja, hogy ennyi katona lehet kevés lesz, ezért biztosra játszik. Mivel Szardínia és Korzika szigetén még sokan Hildimerhez voltak lojálisak, ezért úgy döntött, hogy megkéri az ott lévő papokat, csináljanak egy kis ribilliót. Persze megígért nekik katonai segítséget is, hogyha nagy lenne a baj. Ez meg is történt. Olyan lázadás tört ki, hogy a vandál királynak oda kellett küldenie testvérét Kazót 5000 katonával és 120 gályával. Lényegében elterelte az ellenség figyelmét. Ameddig a lázadással vannak elfoglalva, addig a bizánciak partra szállhatnak. Tehát a birodalom visszavág. De azért maradjunk a földön, mert a bizánci udvarnak nem Gerimer volt a baja, hanem más. Mondjuk úgy, hogy éppen hogy csak túl vagyunk a Nika felkelésen. Justinianus hatalma eléggé meg van gyengülve. Ezért kéne neki valami sikert is felmutatni. A császár amúgy is eléggé furcsa ember. Ha már a jelleméről beszélünk, akkor azt kezdjük valami pozitíval, mert nagy munkabírású ember volt.
Az mellett meg jó szervező is. Erős szervezete volt és képes volt az államügyekkel akár késő éjjelig is foglalkozni. Úgy hívták, hogy az alvatlan uralkodó. Mellőzte a luxust. Már amennyire egy uralkodó megtehette. Az étkezésben is mértékletes volt. De tudott határozott lenni. De viszont sokszor volt gyáva és visszahúzódó. Tudott nagyon kapzsi és fösvény lenni. De volt olyan, hogy nagyon nagy lelkűnek mutatkozott. Bár számító is volt, sokszor tetteit a nagy terveihez igazította és a népszerűséget se vetette meg. De volt olyan is, hogy egyszerűen kétségbe esett és összeomlott. De nagyon makacs is volt, ha kellett neki valami, bár sokszor ez olyan vállalkozásokban mutatkozott meg, aminek semmi haszna nem volt. Mint mondtam, furcsa ember volt. Belizár 533 nyarán hajóra száll és elindul Észak-Afrikába. Elkíséri őt szerelme Antonina is. Akiről tudjuk, hogy nem csak azért ment, hogy férjurát támogassa, hanem mert Teodora kíváncsi volt, hogy férje felkapott tábornoka mit is csinál, de ez az út a tengeren eléggé hosszú, ezért több helyen is megállt. Először Hellészpontoszon, ahol két rendetlenkedő katonáját fel kellett akasztani a függelemsértés miatt. Miután feltöltötte a készleteit és újból útnak indult, megállt Szicíliában. De elszámították magukat és sikerült a seregnek 16 napig szomjaznia. Amint megérkeztek az itáliai szigetre, Kaunak a városában kötöttek ki a keleti gót királyságban. Itt rendesen feltöltötték a hajókat étellel és itallal. A házigazdák kedvességük jeleként ellátták hasznos tanácsokkal hősünket, ez mellett pedig a legfrissebb információkkal a vandál seregek mozgásáról. Sürgették Kartágó ostromát. Szerintük úgy, ahogy van, a flotta ostromolja meg a várost. Ez az ötlet Belizárnak nem tetszik. Már csak azért sem, mert a vandál flotta gyorsan bekeríthette volna. Ezért ő egy másik megoldáson gondolkodik. Hiába van jó kapcsolat a keleti gótokkal, azért ez egy bizánci sereg, szóval burkoltan igaz, de sürgették a távozást. A kelet-római sereg hajóra szállt és elindult Észak-Afrika felé. 533. szeptemberében érkeztek meg a kontinens partjaihoz. Kaput vadánál szállnak partra. Itt töltötték az éjszakát, amikor reggel Belizár felkelt. Azzal várták, hogy két katonája az éjlepl alatt kirabolt egy tanyát. Egy beszédben elítélte ezt a gaztettet, majd az elkövetőket felakasztotta. Mivel a vandálok vannak túlerőben és még a terep is nekik kedvez, ezért maximálisan elvárta a fegyelmet, és be is tartatta. Elindultak Kartágó irányába, innét a város 12 nap gyaloglásra van. A part mentén vonultak végig, a flotta pedig a tengerről követte őket. Gelimer is megtudta, hogy a bizánciak partra szálltak. Hazahívta a Szardinián harcoló hadait. Kivégeztette Hilderiket, majd úgy döntött, hogy csapdát állít. Erre volt is egy jó helye, a Bonfok környékén. Közben Belizár is halad előre. Megpillantja Szilektum városát, ez a mai Szalkata. Előre küldi néhány emberét, hogy derítsék fel a terepet, és tárgyaljanak a város vezetéssel. Megnyitják a kapukat, esetleg át is állnak, vagy felveszik a harcot. Nos, a városvezetés megnyitja a kapukat, de nem áll át. Belizár bevonul a városba. De nem bánt senkit, megpihen a serege. Az emberei fegyelmezetten viselkednek, megnyitják a piacot, ahol elindul a kereskedelem, mindent megvásárolnak a katonák. Ezzel meg is alapozzák a jó hírüket a helyi lakosságnál. Pár nap múlva el is indulnak tovább, végig a tengerparton. A flotta is követi, biztosítja azt, hogy a tenger felől ne tudják megtámadni. De a szárazföldi oldalról a zsoldos hunlovasság védi. Egyre közelednek Kartágó felé. Útközben van egy veszélyes hely közel át Decimumnál. Ez a hely a Bonfoknál van, ahol a földnyelv miatt a flotta kénytelen kerülni. De van itt egy mocsár is, ami eléggé beszorítja a sereget. Egy csapdának tökéletes. Kartágó sincs már messze innét 16 kilométer. Belizár előre küldi lovas parancsnokát, Örmény Jánost 300 lovassal. Aki felderítés közben meglátott egy vandál csapatot, és rá is rontott. Vad közelharc kezdődött, ahol a lovasok nem kímélték egymást. A vandálok férfiasan harcoltak. Nem nagyon kímélték a római lovasokat. Végül azért Belizár paripásai kerekedtek felül, és levágták a vandál király egyik testvérét, Ammataszt. Aki viszont olyan jól forgatta a kardot, hogy halála előtt még magával vitt 12 támadót. A vandálok megfutottak és a római lovasparancsnok a nyomába eredt. Amerre ment, arra vágta le a vandálokat,
viszont Belizár bal szárnyán a hunok is szembe találkoztak a vandál lovasokkal. A keleti nép keleti szokással kedveskedik, kiküldenek egy lovast a sorok elé. Aki mivel megindul a barbár lovasok felé, azok csapdára gyanakszanak. Válogatott káromlásokkal hergeli a barbárokat. Mivel a hunok híre ide is eljutott. Amikor viszont a szitkozódás abba maradt, akkor megindultak a keleti lovasok, erre a vandálok a helyet, hogy felvették volna a harcot, inkább elnyargaltak. A vad lovas íjász paripások viszont a nyomukba eredtek. Persze közben Belizár felépítette a táborát és felkészült. Kiküldött egy lovas csapatot is, hogy nézzék meg, hova lett Örmény János. Közben feltűnik Gelimer is 10 000 emberével, a lovasságát Belizár felderítői után küldte. Akik mikor meglátták, mekkora a túlerő, visszasiettek a táborba. Gelimernek két választása volt, az egyik, hogy Örmény Jánosék után megy, akik már Kartágónál nyargalnak. A másik, hogy lerohanja Belizárék táborát. De észrevette testvére holttestét, és egyből összeroskadt. Neki állt eltemetni. Addig meg a serege ott ácsorgott, és bambán nézte az egészet. Ez jobbkor nem is jöhetett volna, mert hősünk így erőre tudott kapni. Megrótta az elmenekült katonákat. Majd összeszedte a lovasait. Ő is felpattant egy paripára, és visszaindult a harctérre. Ekkor a vandál katonák, akik azt hitték, a csata véget ért, meglepődve vették észre, hogy a rómaiak megérkeztek harcolni. Persze már késő. Belizárék már a nyakukon voltak, minden belepett a lovak patái által felvert por. A vandálok csak hullottak a római kardok alatt. Alig tudtak ellenállni, ez a támadás olyan gyors és heves volt, hogy aki csak tudott, az futott. Nyakukba Belizárékkal, akik persze nem szórakoznak, mikor a halált kell osztani. Fegyvereiket és vértjüket átfesti az ellenség vére. A menekülő vandálok meglepő módon nem Kartágó irányába mentek, hanem nyugat felé a sivatagba. Numidia vadarabjaihoz. A biztonság kedvéért még az éjszakát itt töltik a táborban. De reggel korán már fel is kerekednek. Az út megtisztult Afrika leghíresebb és legnagyobb városához. Amin hősünk és serege büszkén menetel tovább. Amikor elérték Kartágó falait, meglepődve tapasztalták azt, hogy a kapuk nyitva vannak. A város nem akar harcolni. A bizánciak bevonulnak a városba. Nem fosztogatnak, hanem mindent pénzen vesznek meg. Rendesen bánnak a helyi lakossággal. Belizár bemegy a palotába és felül a királyi trónra, ahol neki áll enni. A helyiek finomabbnál finomabb falatokkal kényeztetik a hadvezért. Majd audenciát tart, ahol meghallgatja a helyiek minden nyűgjét és baját, amikor megtudta azt, hogy Gelimer testvére visszatért 5000 emberével. Majd csatlakozott hozzá a vandál király a berber szövetségeseivel. Megindultak a város irányába. Persze a kelet-rómaiak se lopták a napot, és ők is megindultak, a két sereg Trikamarumnál találkozott. Nem is mentek messze, mindössze 50 kilométerre Kartágótól. Gelimerék, amikor kilovagoltak a táborukból. Éppen ebéd közben találták a kelet-római hadsereget. Persze nem volt véletlen az, hogy ekkorra időzítették a hadműveletet. Pontosan tudták, hogy Belizárék seregének az ebéd szent és sérthetetlen. Örmény Jánosék gyanútlanul lovagoltak elől. A sereg bal szárnyán a hunok vonultak, akikre most nagyon odafigyeltek, mert a vandál király plusz pénzt kínált fel, ha átállnak. Mögöttük jóval maga a bizánci hadvezér ment a maradék sereggel. Amikor észrevették a barbár hadat, Örmény János alakzatba parancsolta a lovasságát. A csata egyik érdekessége, hogy a kelet-római gyalogság jóval lemaradt a csapatoktól. A csatateret még el se érte, amikor Örmény Jánosék már rég elszántan méregették a támadókat. Belizárék látták a fegyelmezett sereget, ami egy kisebb folyó túlpartján van, ezért úgy gondolták, hogy átcsalogatják őket. A lovassági parancsnok nem bírt magával, elit paripásait neki parancsolta a vandál gyalogságnak. A közepet nem más, mint Százó Gelimer testvére vezeti. A lovassági roham véres volt, de megakadt a pajzsokon és vissza kellett vonulni. A visszavonulást a hunijászok fedezték. Amint visszaértek, egy nagyobb lovas csapatot gyűjtöttek. Amint a nyíleső abba maradt. Újabb roham kezdődött, ez már hatékonyabb volt, de megakadt. Vissza megint. Újabb nyílzápor. Belizár viszont nem akarja ezt a macska egér játékot játszani, ezért minden egy lapra helyez. Amint az utolsó nyílvesző is becsapódott. Elindult egy hatalmas lovasroham. Minden bizánci paripás megindult. Rengett a föld a paták alatt.
Amint becsapódtak a pajzsfalba kardjaik vágásától hullottak a barbárok, akár aratáskor a búza. Kegyetlen és véres, elszánt közelharc kezdődött. A lovasok nem ismerték a kegyelmet, mindent és mindenkit levágtak, akit csak láttak. Egy ilyen karcsapásnak esett áldozatul Gelimer testvére is Cázó. Amint a vandál királynak feltűnt, hogy fivére meghalt, visszavonulót fújt, a menekülő katonák a táborba futottak. Belizár nem követi őket, a táborostroma a gyalogság nélkül lehetetlen. Ezért bevárja őket. Amikor a talpasok megérkeznek, a hunlovasok javában fosztogatják a hullákat. Mire fel tudtak vonulni a tábor ellen, addigra az már üres volt. Azért, mert amikor a vandál katonák befutottak a rögtönzött erődbe, akkor vették észre, hogy Gelimernek hűlt helye. Fogták magukat, és ők is futásnak eredtek. Így történt, hogy a vandálok megint kikaptak. Most már másodszor, és megint a királyuk hibájából. A barbár vezér Hippo Régiusz felé vette az irány. Belizár üldözni kezdi erre 200 lovast küld, és Örmény János. 5 napra rá a testőre véletlenül megöli. Ízlelgesd a szót. Véletlenül. Mit csinált, azt nem találtam, csak annyit, hogy halálos ágyán megbocsát, és ezt kéri Belizártól is. Minden estre a bizánci vezér gyászol. De az üldözés nem hagyja abba Feralaszt, és Heruljait parancsolja utánuk. Végül megtalálják a mórok földjén. Ahol Gelimer megadja magát. Elfogják. Belizár ígért neki nemesi rangot és földet szolgákat. De ameddig kergették, Belizár serege észrevett valamit. Méghozzá a vandál kincseket. Ott vesztegelt egy hajón. Ugyanis Gelimer azt tervezte, hogy a vagyont átküldi megőrzésre a nyugati gótokhoz. De a flotta a kikötőben rekedt, mert vihar támadt. Közben Belizár elküldte követeit Szardíniára, Korzikára, a Balári szigetekre és Ceutára. Bár Szardíniára még pluszban elküldte Cázó fejét is. Amint látták a szigetek előjárói, hogy a vandál királyság ideje lejárt, már csak az adminisztráció érdekelte őket. Belizár végül felpakol és elindul Konstantinápolyba. Ahol már várják, ezzel Észak-Afrika újra csatlakozott a Római Birodalomhoz, vagyis annak utódjához. Persze nem mellékes információ az se, hogy mostantól a tengeri útvonalak megtisztultak a kalózoktól. Észak-Afrikát egy megbízható tisztjére hagyja, akinek a rendfenntartása és a berberek voltak a gondja. Akik folytonosan piszkálták a birodalmat. Ezzel véget ért a vandál háború. De igen. Ahol siker van, ott irigyek is akadnak. Akik megvádolják Belizárt azzal, hogy magáinak akarta a volt provinciát. Ez miatt mehetett is meghallgatásra, de sikerült tisztáznia a nevét. A császár hálás, ezt nem is rejti véka alá. Olyan felvonulást rendez, ami nem volt már 600 éve. A palotától a főúton végig masíroztak a győzelmes sereg bátor harcosai, egészen a hippodromig. A rendezvény nagyságát megemlítve itt volt a teljes sákmány felvonultatva és megmutatva a lakosságnak. De nem csak drága vagyontárgyak, mint például a jeruzsálemi templom szent tárgyai, amit Geiserik vitt magával Rómából. Ezt visszajutatja Justinianus az eredeti helyére. De volt is sok minden más is, drága kövek, szobrok, drága vértek és cicomás fegyverek, és a vandál királynő kocsia. Meg persze foglyok rengeteg fogoly. De még valaki még hozzá Gelimer, aki méltóság teljesen sétál a Konstantinápolyi utcán, és orra alatt a prédikátorok könyvéből idéz. Minden hiúság, csupa hiúság, minden csak hiúság. Belizár ünnepélyes keretek között megkapja a konzuli rangot. Ami már régóta csak formális dolog. De megkapja eredeti formájában. Ezzel ő lett az utolsó római. Persze a dolgok sohasem mennek gyorsan és egyszerűen. Mindig történik valami, ami a szép pillanatokra árnyékot vet. Itt sincs másként. Bár nem Konstantinápolyban történt, hanem máshol. Itáliában. A keleti gót királyné sok ellenséget szerez a régi módi nemesség körében. Uralkodótársa Teodabad sajnos hallgat is rájuk, és a szépséges Amalaszuntát a Bolzenai tó egyik szigetére záratja. A gazdagoknak persze ez kevés, ezért egyik fürdőzése közben megfojtatják. Ez nem tetszett valakinek a tenger túlpartján. Akinek viszont volt egy jó csapata és hadvezére. Meg egy álma. Thank you.
Ennyi volt mára. Ha érdekel, olvas utána. Ha kell, éltes. Vagy sújts halálra. Kattinthatsz a harangocskára. Ez úton is kívánok további jó napszakot. És mindent lebíró akaratot. Sziasztok!